együttesünk az alapösszetételből kezdve játékot. Sándor, Tóth, Ratimorszki, Szent Jobbi, Kőbányai, Iski, Lakpéter, Madlári, Kőbányai Ricsi, Horváth Zoltán és Murányi Tamás. Tartalék játékosok. Koszternik Miklós, Szalcinger, Szőke Rond és Szebeni Viktor csapat edzője, szakvezetője P. Nagy László. No kérem, és ebben a pillanatban indítom én is a stopperemet, lökete, megpattan az egyik védő, Ricsihez kerül, Ricsi elvetődve, meg csépi, igen, meg tudja szerezni, jó labdája, ma te ezt nem találja! No kérem, nézzük, Szent Jobbi szabadrugása, jó csavarodik be, és ott a felső, és ott a gól! Megvan az első gól, Kőbányai Ricsi jó voltából, már az első játék ez 6. percében. De nem mögé, jó is ez, gyerünk Ricsi, újabb helyzet, egy balábas löket kellett volna. Bejön a labda, átlépi, és ott a helyzet, és nincs gól, Iski. Na nézzük a mérkőzést, Szent Jobbi, Éveli oda hosszan, gyerünk Horváth Zoli! És még elérte alaponal elő, csak most kellene pontosan bejátszani. Ricsihez kerül labda, Ricsi, lőjük meg, úgyis van, és nagy löket, de nagy, hát épp, hogy mellé szállt. Kőbányi Ricsi lövés, ez kell. Lakpeti, és nagy labda, csak sajnos rosszul vette át Kőbányi Ricsi, és ott a kéz, egyértelmű, belecsapott a védő. Kőbányi Ricsi beadásába belecsapott az egyik védő, kézzel, és a játék vezető habozás nélkül a 11-es pontra mutat. 26. perc az első játék részben. Szent Jobbi lő, és gól! Szép volt István! Ez igen! Remekül helyezett Szent Jobbi jobb alsó sarokba, igaz botlik rajta volt, de ezzel a találattal csapatunk vezet 2-0 arányban. Volt ilyen mostanában, Jóska, hogy 2-0-ra vezettünk? És véletlen eredmény X-et vagy kikaptunk? Ilyen jellegű statisztikára nem figyelek oda. Úgyhogy nem tudom megmondani ezt a dolgot, hogy ilyen vezetés után esetleg rosszul jártunk volna, rosszul jöttünk volna ki. Két hete volt, hogy az ellenfél vezetett 2-0-ra, és mi ki tudtunk egyenlíteni. Na, jó, de hát most nem szeretnénk, ha ilyen lenne az ellenfél részéről, mert egyelőre úgy tűnik sima ez a meccs, 2-0-ra vezetünk. Ári, Matesz a beceneve. Ricsi, Kőbányi Ricsi, és Horváth Zoli, és egy szép lövés, nagyon. Némi reklamálás után tudomásul vett a játékvezető döntését, ott pedig egy nagy lövés, és egy szép védés. Na kérem, joggal bosszankodik Sándor, ne hagyjuk lőni gyerekek, 16-oson belülről nem szabad, hogy ilyen tisztán lőjön az ellenfél csatára. Itt. Szent Jobbi jól csavarja be, és ott az érkező, de nincs gól, Matesz érkezett, a kapus pedig remekül védett. Még ide jön Horváth Zoli, visszalép a labdáért, tovább Tóth Péternek, Tóth bead a középre, és még jó is lehet, így is van, bizonyám a kapusnak kellett kitornázni a labdát a jobb felső sarokból. Kis még harca labdát, egy távlövés, ajjaj, majd megtévesztette, ajjaj. És ott a gólhelyzet, nagy védés, azt a mindenit, óriási zicser volt Mile Balázs előtt, de Mile lövését Sándor bravúrral védte. Te nem tudsz szerelni. Ajaj, kis előtt a helyzet, gólszerzési lehetőség, és nagyot védett Sándor Laci. Fejjel dekázott egyet-kettőt, majd továbbítása rossz volt, ott újabb helyzet, lakkot könnyen választják labdát, kis lő újból. És, hát igen, Ratimorszki kezére rúgtak is a labdát, és most Naholckiék viszont joggal reklamálják, hogy ezt is rálőtték, hogy miért nem adja meg. 32-33 méterre Botlik kapujától, és már is, és megpattanó lövés. Túl jó a labdája, Murányi tovább csúsztatja, Ricsi kerül a helyzetbe, és mellé! Nagy dobáshoz készül. Levente, Murányi. Mellett tovább passzol, és nem tudott beleérni Szőke Roland. Jön be a labda, tovább csúsztatod azt, jaj, és nem igaz. Tóth Peti rárugja a kapusunkra, Tóth Peti rárugta a kapusunkra, Peti, a Sándor Laci jött vissza a labdáját, Peti föl akart szabadítani, és rárugta Sándor Laci, és onnan Laciról bepattan a labda a saját kapunkba. Matlári, Somogyi, szabálytalan megmozdulását, a játékvezető engedi tovább. Somogyi iramodik meg középen, jó a labdája, és nehogy lőjön. Bizony, ott a gól, azt a mindenit. Hát ez nem igaz. Ezt nem hiszem el. Gyerekek, ennyire leülni nem szabad.
játék részben, és 2-2-re jönnek föl a Rapszok. Andrási kéri vissza, frissen beállt játékos, teszi át a labdát oda balra, aki már gólhelyzetbe kerül, egy köménylős. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Mire Balázs másik gólját is megszerzi, és ezzel a 30. percben ezzel a góllal 3-2, illetve 2-3-ra módosul az eredmény.